Békésváros önkormányzatának felkérésére a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ szervezi idén is a hagyományos augusztus 20-i Szent István napi ünnepi programot délelőtt a kenyérszenteléssel, amelynek a helyszíne az Erzsébet-ligeti körtér lesz. 10:30-kor kezdődik, ünnepi beszéddel, műsorral. Vendégül látjuk a Vaskertes Általános Iskola diákjait, illetve a Gyergyószent Miklósi Fúvószenekart. A Békésváros Ifjúsági Fúvószenekarral közösen fogják majd a himnuszt és a szózatot fújni, illetve a térzenébe is bekapcsolódnak majd. Természetesen a legnagyobb nemzeti ünnepünk, Szent István ünnepeljük, illetve új kenyeret, igen, az alkotmány ünnepének is nevezték augusztus 20-át. Egy nagy népünnepélye is változik most Békésen, azon túlmenően, hogy még ünnepeljük az első királyunknak az évfordulóját, és az intermeit ismét magunkévá tesszük, amik egyébként nagyon okos és évezredeken átívelő gondolatokat tartalmaznak, egy nagyon kellemes, jó műsor keretén belül. A Dr. Hebb Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nagyon nagy szeretettel ápolja a magyarság gondolatát, a nemzeti ünnepeit hagyományosan őrzi és megünnepli, és nagyon nagy örömmel készülünk erre az augusztus 20-i ünnepségre, városi ünnepségre is. A kenyérszenteléssel párhuzamosan délelőtt már elkezdődik a dél-kelet-magyarországi pacalfőzőverseny, 8 órától már lehet kipakolni, illetve 10 órától pedig a kispályás labdarúgó torna, hová 5+1 fős csapatok jelentkezését várjuk. A jelentkezéseket ide a Kulturális Központba lehet leadni, illetve Kardos Imrénél a sportcsarnokban. A telefonszámát, nevezési feltételeket megtalálják a bekesikultúra.hu-n, ahol online is lehet jelentkezni. Még délelőtt elkezdve egy, hát nem tudom, hogy ma jár is, mert ugye augusztus van, de egy augusztusi ünnepség sorozatot rendezünk, aminek a része az is, hogy a békésiek szórakozzanak. Egyrészt szórakoztassák magukat azáltal, hogy mondjuk főzőversenyen vesznek részt, vagy különböző játékokon vesznek részt, ezeknek a helyszíne Dánfokon lesz. Másrészt meg a passzív szórakozásnak is van lehetősége, hiszen föllépnek énekkarok, zenekarok kint Dánfokon. Különösen nagy érdeklődésre tart intézményünk részéről számot az a program, amikor a Gyergyószent Miklósi Vaskertes Általános Iskolát láthatjuk vendégül. Várhatóan az iskolánk épületét is megtekintik kívülről, belülről, illetve közös programokat is szervezünk. A közel 3 nap alatt, hiszen augusztus 20-a előtt már érkeznek, néhány nappal, és 21-én fognak visszautazni Gyergyószent Miklósba. A településről, a város vezetésen kívül az iskola vezetése, tanulói is ellátogatnak, illetve a helyi fúvósok, akiknek már jó kapcsolatuk van Békésvárosával, illetve a művészeti iskolánkkal. Én azt gondolom, hogy a 3 nap alatt lehetőség lesz arra, hogy barátkozzunk, ismerkedjünk, bár a tavalyi esztendőben már egy delegáció, egy diákcsoport ellátogatott egy művészeti versenyre, egy vaskertes iskolába, ahol már azért barátságok is szövődtek a két település diákjai között. Mi nagyon nagy szeretettel várjuk az iskola diákjait, pedagógusait, bízom benne, hogy ez egy nagy élmény lesz kölcsönösen nekik is és nekünk is. A második dél-kelet-magyarországi pacalfőző verseny lebonyolításában Békésváros önkormányzata lesz a segítségünkre. Hogyha valaki nem szeretne versenyezni, vagy esetleg nem a pacal a kedvence, nyugodtan jöhet főzni, hiszen helyünk az rengeteg van, nagy a terület Dánfokon, tehát családokat, baráti társaságokat is várunk, illetve lehet piknikezni is. 14 órától délután megelevenedik Dánfokon a színpad, és bemutatkoznak a Kulturális Központhoz kötődő amatőr művészeti csoportok, sportcsoportok, sportegyesületek, illetve a Vaskertes Általános Iskola kisdiákjai készülnek műsorral. A Gyergyószent Miklósi Fúvószenekar most is együtt fog fújni a Békésvárosi Ifjúsági Fúvószenekarral, a Belencéres Néptánc Együttes táncosait is várjuk. 19:30-kor lesz a két
verseny eredmény hirdetése, a főzőverseny, illetve a kispályás labdarúgó tornái. 20 órától a Seres Brothers lép a színpadra, egy nagyon jó hangulatú latin estet várunk tőlük, egy óra hossza időtartamban. És ami a legnagyobb élmény lesz most idén a városban, az, hogy augusztus 20-án lőjük föl a tűzijátékot, és reméljük, hogy tűzgyújtási tilalom nem lesz, mert csak ez húzhatná keresztül a számításainkat, no meg persze az eső, de jó időt rendeltünk, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit. Minden program ingyenes, kivéve a kispályás labdarúgó torna, hiszen arra 3500 forint per csapat a nevezési díj. Ez mind annak köszönhető, hogy most az idén, illetve tavaly is indítottunk már egy ilyet, igényelték is a békésiek, hogy augusztus 20-án békésen úgy mondták, hogy nincs semmi, hát ez így nem volt igaz, csupán ugye azért nem rendeztünk nagyobb ünnepségeket, mert igazán közel van a madzagfalvi napok, és ugye az emberek pénztárcája is véges, meg az önkormányzati is. Sikerült pályázatot nyerni erre az alkalomra, és ebből tudjuk a békésieket szórakoztatni, ebből rendezzük a tűzijátékot, ebből jön a zenekar is. Illetve ha már így van, akkor ki tudjuk csábítani az embereket a gyönyörű szép környezetbe, és tudnak szórakozni. A Dánfoki Üdülőközpontba a belépés, a programok minden ingyenes, úgyhogy reméljük, hogy minél többen leszünk, és jó időben fogjuk tölteni augusztus 20-át. Én nagyon bízom benne, hogy nem mosa szét az eső, mint tavaly. Ezért most a pacalfőző versenyt, amire most is ezúttal is nagyon nagy szeretettel várok mindenkit, mert a több ilyen nincs az országban, tehát ez az első, tehát most már második, tavaly nagyon csodálatos alkotások születtek. Meg egyébként is mást is lehet főzni, érezze magát mindenki jól. Békés Dánfokon várjuk a kedves békésieket, és azokat is, akik a környékről ide szeretnének látogatni.